Nagy tisztelettel köszöntöm a BRS TV nézőit. A Svitelszky Békés Csaba november végén és december elején három fronton vívott mérkőzéseket. A BRS-e az Extraligában, a CEF kupában és a Magyar kupában is érdekelt volt. A CEF kupa párharc első mérkőzését 3-1-re a lengyel együttes nyerte, így a csabai lányoknak 3-0-ra vagy 3-1-re kellett volna győznie, hogy bejuthassanak a sorozat 8-at döntőjébe. A november 24-i visszavágót nagy lendülettel kezdte a fehérmezes Svitelszky Békés Csaba, amely 7-1-es előnyt épített ki a nyitó szett elején. A játékrész folytatásában is a házigazda röplabdázott pontosabban, a hajrá 8 pontos csabai előnyből kezdődött. A BRS szett sikere nem forgott veszélyben, Szerek Liszura tette fel a pontot az íre, az első etapot 25-16-ra a Viharsarki együttes nyerte meg. A második játékrészt is a Békés Csaba nyitotta jobban, a hazaiak szerezték az első két egységet. A folytatásban magára talált a lengyel együttes, amely átvette az irányítást és a szett végjátéka előtt 17-13-ra is vezetett. A csabai lányok azonban mindent megtettek azért, hogy csökkentsék a hátrányukat. A Békés Csaba kiegyenlítette az állást, majd 22-21-re átvette a vezetést. A végjátékban azonban jobban koncentrált a vendégcsapat, amely 25-23-ra megnyerte az etapot és kiegyenlítette a szettek állását. A lendületesen játszó lengyelek magukhoz ragadták a kezdeményezést a harmadik játékrész elején és 3 pontra növelték előnyüket. Hamar eltüntette hátrányát a BRS-e és egy ászértékű nyitás után már a házigazda vezetett 8-7-re. A vendég együttes ismét fokozatot váltott, 2-3 pontos előnyét tartotta a szett közepén. A végjáték előtt tovább nőtt a csapatok közötti különbség, a lengyel gárda végül 25-18-ra nyerte meg a szettet, és játszma sikerével bebiztosította helyét a CEF kupa legjobb 16 csapata között. A negyedik játékrész tét nélkül zajlott, azonban a szurkolók élvezhették a két csapat által mutatott magas színvonalú játékot. A vendég együttes irányította a játszma első felét, majd a Békés Csaba 2 pontra zárkózott a hajrá előtt. 24-22-re is vezetett a lengyel csapat, azonban a BRS-e egalizált. Végül nem jött össze az újabb szedgyőzelem a Békés Csabának, a vendégek 27-25-re nyerték meg a játékrészt és 3-1-re a mérkőzést. Az ellenfelünk nagyon koncentráltan és fegyelmezetten védekezett a mérkőzés első részében. Vasárnap egy 5-szettes összecsapást vívtunk a városi riválisunk ellen a bajnokságban, így számítottam rá, hogy álmosan kezdjük a visszavágót. Szerencsére sikerült alkalmaznunk a Békés Csaba ellen elkészített taktikánkat, és örülök annak, hogy egy jó ellenféllel szemben kiharcoltuk a továbbjutást. Fogalmazott a lengyel csapat szlovák szakvezetője. A Svitelszky Békés Csaba számára véget ért az európai kupa szereplés az idei szezonra, de a csabai lányok helytállása a lengyel élcsapat ellen nagy lendületet adhat az Extraligában, valamint a Magyar kupában. Úgy gondolom, hogy mindenképp, hát főleg az első szettre mindenképp lehet építkezni, hiszen ott nagyon összeszedetten játszott a csapat, és hát tudunk ilyet is, bebizonyítottuk, hogy egy ilyen csapat ellen is tudunk ilyen teljesítményt nyújtani, úgyhogy szerintem ez a jövőre való tekintettel mindenképpen egy jó dolog számunkra. A BRS a november 28-án rangadóval folytatta szereplését az Extraligában, a listavezető csabai lányok a Vasas ellen léptek pályára. A sötét szerelésben pályára lépő Békés Csaba nagy lendülettel kezdte az összecsapást és hamar 7-3-as előnyt épített ki az első játékrészben. A folytatásban a Vasas tartotta a lépést ellenfelével, de a BRS a szett végjátéka előtt 6 ponttal is meglépett. A Viharsarkiak végül 25-18-ra nyerték meg az első játékrészt. A második etapot is jobban kezdte a hazai együttes, amely ugyan 3 ponttal is vezetett, az angyalföldiek 9-nél egalizálni tudta. Márta Drüpa és Zólyomi Rebeka megmozdulásai után a szett végjátéka 18-14-es csabai előnyből kezdődött. Az újabb hazai szedgyőzelem végül nem forgott veszélyben, a Békés Csaba 25-19-re zárta le a második játékrészt. A Viharsarki együttes dominálta a harmadik etap elejét, a BRS-e Emma Strunyák vezetésével 9-5-re lépett meg. A Vasas azonban nem adta fel, és kemény védekezésének köszönhetően átvette a vezetést a hajrá előtt.
A piros-kékek azonban nem tudták megtartani előnyüket. Végül Glembocki Zóra juttatta mérkőzés labdához csapatát, amelyet ő értékesített, így a BRS-e a szettet 25-22-re, míg az összecsapást 3-0-ra nyerte meg. A mérkőzés során nem tudtuk támadásban megoldani azokat a labdákat, amelyekből normál esetben pontokat szerzünk. Az első két szettben nem állt össze a blokkvédekezésünk, csak a harmadik játszmában. Ma a tapasztaltabb csabai együttes játszott jobban, gratulálunk nekik a győzelemhez, fogalmazott a Vasas görög szakvezetője. A Békés Csaba győzelmével továbbra is őrzi hibátlan mérlegét a 2021-22-es bajnoki kiírásban. A csabai lányok 19 megszerzett ponttal várhatják az Extraliga januári folytatását. Igazi rangadó volt, függetlenül a 3-0-ás végeredménytől végig nagyon komoly erőket kellett mozgósítani azért, hogy tudjuk tartani a Vasast. Az első két szettben a viszonylag simábbnak tűnő győzelem annak köszönhető, hogy tökéletesen pontosan védekeztünk, és nagyon jól váltottunk ritmus támadásban, ami nagyon fontos egy ilyen jól védekező csapat ellen, mint a Vasas. A BRS-e december 4-én a Magyar Kupában folytatta szereplését a Gödöllő ellen. A párharc első mérkőzését még november 9-én 3-0-ra nyerte meg az Extraligában szereplő Svitelszky Békés Csaba. A visszavágót nagy lendülettel kezdte a feketemezes csabai együttes, amely 5-1-es szériával nyitotta az összecsapást. A BRS a folytatásban sem lassított, és a végjátékot 18-8-as előnyből kezdte meg. Tóth Gábor csapata végül 15 perc játékot követően Szaraklisura pontjával 25-9-re nyerte meg az első játék részt. A második szettet nagy lendülettel kezdte a gödöllői együttes, a vendégek szerezték a játékrész első 4 pontját, majd 7-2-re is vezettek. A folytatásban Zsinorban 7 egységet szerzett a Békés Csaba, így gyorsan megfordította az állást és 9-7-re módosította az eredményt. A BRS-e lendületes játékának köszönhetően 6 pontra növelte előnyét, majd 25-19-re lezárta a második játékrészt. A harmadik játszmát is a vendégek kezdték jobban, akik hamar 6-3-as előnyt építettek ki. A Békés Csaba kezdeti hibáit kiküszöbölve fokozatot váltott, átvette a vezetést és 12-7-re ellépett ellenfelétől. A csabai lányok magabiztos játékkal végül 25-14-re nyerték meg a szettet és 3-0-ra a mérkőzést. A mezőny az, ami nekünk egy picit előny szokott lenni, hogy tudunk mezőnyözni még akár ilyen csapatokkal szemben is. Az, ha jól működik, akkor igen, akkor fel tudjuk velük venni nyilván a szintjükön a versenyt, de ha az egy picit dadogva nyitásfogadásunk, akkor ilyen magasságú blokkokkal nem nagyon találkozunk az NB1-be, így azért nehéz dolgunk volt velük szemben. A csabai lányok a Gödöllő elleni párharcban 2-es győzelemmel jutottak be a Magyar Kupa negyed döntőjébe. Pontos, amikor kvázi egy olyan csapattal játszunk, aki alsóbb osztályból jön föl, hogy nagyon kevés direkt hibát vétsünk. Ebben az is benne van, hogy hagyjuk őket játszani, és próbálunk a mi védekezésünkre összpontosítani, illetve valóban gyakoroltunk olyan támadási formációt, illetve olyan játékosok kaptak szerepet, akik kevesebbet játszottak. A Svitelszky Békés Csaba az MTK Budapest Budaörsi DSE párharc győztese ellen lép pályára legközelebb a Magyar Kupa legjobb 8 együttese között. A Békés Csabai Röplabda Sportegyesület az ünnepek közelettével ott segít, ahol a legnagyobb szükség van arra. A klub idén is csatlakozott a Karácsonyi Angyalok elnevezésű akcióhoz. A Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület edzői, vezetői, felnőtt játékosai és irodai munkatársai az akadémia előterében gyűjtötték össze az ajándékokat, amelyeket saját maguk állítottak össze. A csapat játékosai hétfőn ezeket a csomagokat szállították el az egyik Békés Csabai gyűjtőpontra. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt, hogy karácsonykor, de az év bármely napján azoknak a gyerekeknek és családoknak szerveznek gyűjtést, akik nem engedhetik meg maguknak az ajándékokat. Örülök, hogy a klubunk is részt vesz az akcióban. Sok rászoruló család van, és nem mindenki engedheti meg magának, hogy a karácsonyfa alá ajándékokat rakjon, nem is az, hogy sokat, hanem hogy egyáltalán bármit. Így ebben szeretnénk nekik segíteni, hogy örömet szerezzünk,
boldogok legyenek, és ezzel egy kis terhet leveszünk a felnőttek válláról. És sportolóként kiemelten fontos, hogy ilyen és ehhez hasonló ügyeket támogatni tudjunk. A klub munkatársai és a felnőtt csapat játékosai idén több mint 30 csomagot állítottak össze. A Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bonnyai Sándorék által előhívott karácsonyi angyalok akcióhoz. Klubunk munkatársai és a felnőtt csapat játékosai több mint 30 szeretett csomagot gyűjtöttek össze, illetve állítottak össze ebben az évben. Az alapvető higiéniai eszközök mellett elrejtettünk néhány apró játékot, és természetesen édességeket is a csomagokban. Bízom benne, hogy az ünnepek alatt nagyon sok kisgyermek arcára tudunk ezek által, az ajándékok által örömöt csalni, illetve mosolyt. Bonnyai Sándorin már 7. éve gyűjt adományokat a nehéz sorsú gyerekeknek. Karácsony előtt szeretnénk elvinni a csomagokat, mégpedig úgy, hogy az ország 1001 szegletéből összegyűjtjük itt Békés Csabán, és együtt fogunk diákokkal ebből egységes szeretett csomagokat összeállítani, és aztán pedig még karácsony előtt járjuk a megyét, és járjuk az anyaotthonokat, gyerekotthonokat, hogy ezeket a becsomagolt szeretetet azt kiosszuk így karácsony előtt. Az akcióban főként tartós élelmiszereket, édességeket, tisztálkodási eszközöket és tisztítószereket gyűjtenek december 14-éig. Könnyített súlyú röplabdákat, tollaslabda állványt és hálót adományozott a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület a Lencsési óvodának. A sporteszközöket a klub vezetése és három játékosa adta át a gyerekeknek. Sziasztok! Sziasztok! Így érkezett meg szerdán reggel a Napsugároviba a BRS-e képviselete. Az Egyesület 30 darab könnyített súlyú röplabdát, valamint egy tollas labdahálót ajándékozott a gyerekeknek, akik örömmel fogadták az új sporteszközöket. Nagyon aranyosak voltak, már ahogy sétáltunk befele, akkor is látszódott rajtuk, hogy nagyon izgatottak, hogy most miben lesz részük. Ahogy odaadtuk nekik a labdákat, egyből elkezdték dobálgatni, illetve mi is beszálltunk a velük való játékba, és tényleg nagyon élvezik, hogy tudnak játszani a gyerekek. Az óvodában 2015 óta működik egy a labdajátékokat középpontba helyező program, melyben a röplabda, a kézilabda, a kosárlabda és a labdarúgás alapjait tanítják meg a gyermekeknek, mondta el a program gyakorlati vezetője, hozzátéve, hogy a foglalkozásokat az óvodapedagógusok tartják. Tehát ők ezt tudják, hogy mikor terhelhetőek a gyerekek, mikor tudnak többet kihozni belőlük, és mind az életkori sajátosságnak megfelelően tudják ezeket a programokat végrehajtani. És nagyon örülünk neki, hogy az egy ilyen patinásklub, mint a BRS-e, aki nemzetközileg is magyar szinten is hatalmas eredményeket ért el, gondolt az óvodánkra, és ezekkel a minőségi labdákkal tudja ezeket a programokat még színesebbé tenni a gyerekek számára, illetve érdekesebbé tenni. A BRS-e már több óvodával együttműködésben áll, a Napsugárovival pedig idén augusztusban egyeztettek közös akciókról és képzésekről. Az együttműködési megállapodás lényege az, hogy megmozgatjuk az óvodásokat, hiszen itt nem röplabda specifikus feladatokról van szó, bár könnyített súlyú röplabdákat hoztunk, illetve tollaslabdahálót, de ebben a korban még az elsődleges az, hogy a sport és a mozgásgazdag életmódot szeretessük meg a gyerekekkel. A klubelnök hozzátette, a BRS-e óvis röplabdakupát tartott volna ezen a napon, amelyet a járványhelyzet miatt tavaszra halasztottak, azonban a játékszereket már beszerezték hozzá. Most ezeket juttatták el az óvodába, melyeket 15 csoport, mintegy 300 kisgyermeke használhat majd. Ez volt a BRS-e TV 117. adása. Tartsanak velünk legközelebb is! Hajrá, BRS-e!